csacsa-csacsa, angol és bécsi keringő, foxtrot, csárdás, illetve Rocky és hoppá-cuppá már év eleje óta lázasan készültek a bonyhádi Széchenyi István általános iskola diákjai, hogy minél pontosabban, alaposabban sajátítsák el az imént felsorolt tánc stílusokat. Ezeket ugyanis a koszorúcskán kellett bemutatniuk, a felkészülésen természetesen egy táncpedagógus is a segítségükre volt. Szeptember óta tesi óra keretében heti egy óra volt mindegyik osztálynak erre, hogy erre készülhessen. Úgyhogy hát az egész tanévben folyamatosan örültünk neki, hogy nincsenek korlátozások. Hát néha-néha volt, közben jött egy-két szünet, vagy tavaszi szünet, meg őszi szünet, meg téli szünet, de egyébként folyamatosan gyakoroltunk rá. Gyönyörű szépek voltak, csodálatosak, gyönyörű mosolygósak. Hát azért mondjuk mindenkiben volt izgalom, de hát megígértem nekik, hogy beszélek a közönséggel, hogy a közönség úgyis csak deréktől fölfele fogja nézni a műsort. De igaz, ami igaz, hogy én is már hát közel 35 éve táncolok, és még mindig izgulok minden műsoron, de anélkül nem is lenne jó a műsor. Próbáltam olyan táncokat tanítani, ami végig kísérheti a gyerekeket egész életükben, innen a koszorúcskás báltól, a lakodalmukon keresztül, a nyugdíjas klub farsangi bájáig. Tehát azért angol keringőt, bécsi keringőt tényleg elég hasznos tudni, meg a csárdást is, és akkor így nem val szégyen mondjuk a saját lakodalmában sem, hogy még kettőt sem tud lépni. De hát egyébként is azt szoktam mondani, hogy az a fiú, aki tud keringőzni, annak soha az életben nem lesz udvarlási gondja. Szerintem jól sikerült. Jó, hát kicsit voltak rosszak, de jók voltak. Nekem a Rocky volt a legnehezebb, és a csárdás a legegyszerűbb. Az iskolában már több évtizedes hagyománya van az úgynevezett koszorúcska bálnak. Ilyenkor a szülők előtt megmutatják a tudásukat, a fiúk egy koszorúcskát kötnek a lányok csuklójára, ugye nyilván innen jön a koszorúcska elnevezés, és bemutatják, hogy milyen táncokat tanultak. A teljesség igénye nélkül angol keringő, bécsi keringő, foxtrot, csárdás, utána pedig az egyik legmeghatóbb pillanat következik, amikor a végzős diákok, a nyolcadikosok felkérik a szüleiket. Ezt követően a szülők távoznak, és a gyerekek kicsit kötetlen formában is meg tudják mutatni a tudásukat, és élvezik a zenét. Körülbelül 60-an vannak, sajnos nem tudok mindenki itt lenni, de valószínűleg ők is sajnálják, hogy nem. Egész éves gyakorlás előzte meg, az utolsó időszakban pedig még intenzívebben gyakorolnak, több próbát is tartottak, és nagy izgalommal várták.